Bár ezen a hétvégén nem lett volna forduló a labdarúgó NB2-ben, az Eto FC Győr mégis pályára lépett, ekkor pótolták, ugyanis a 13. fordulóból a Budaörs ellen elmaradt találkozott. Az első helyzet a feketemezes vendégek előtt adódott, Halmai lövését azonban Gundel Takács Bence nagyon magabiztosan védte. Aztán a másik oldalon már Priskin és Maier játszik össze, Maier teszi vissza Priskinnek, az akció azonban egy fölé lövéssel ér véget. Aztán Kis Máté jobb oldalról a szabadrúgással, ebbe is sikerül belefejelni. Az első percek tehát mind a két oldalon komoly lehetőségeket hoztak, Gundel Takács Bencének itt éppen nem kellett védenie. Aztán már is támad vissza az Eto, Berki kiváló labdát tesz középre, Maier pedig bele is tud fejelni, nem is téved sokat, azonban marad a 0-0. Egészen Gundel Takács Bencétől indul az Eto következő akciója, Priskin csúsztatja meg a labdát, Berkihez kerül, Berki pedig teszi vissza Priskinnek, tökéletes ütemai kiugratás, Priskin a 16-oson belül és be is lövi, a kapus lábai mellett Kovács Péter Ákos. Tehetetlen volt, ahogy Priskin Tamás ellőtte laposan a hálóba a labdát, és ezzel a 35. percben vezet az Eto FC Győr. Érdemes megfigyelni egyébként Maier Milán mozgását is, gyakorlatilag végig biztosít Priskin mellett, hogyha esetleg kipattanna a labda, akkor tudjon ismételni, de erre nincsen szükség, Priskin góljával vezet az Eto. Alig egy perccel később Simcsó kap egyet az ellenfél tér felén, aztán egy hosszú indítás Halmai felé, és ez bizony egy nagy védelmi hiba, Halmai roboghat egyedül a kapu felé. Szerencsére a lövése fölé megy. Ez már a második félidő, annak is a legeleje, Priskin Tamás indul meg, aztán teszi ki a szélre Berkinek a labdát, Berki már a 16-oson belül, Priskin pedig belefejel, és nem tűnik veszélyesnek, így azonban már igen, mert hogy az egyik védőről indul a kapu irányába a labda, csak a gólvonalról sikerült összeszedni a kapusnak. Nagyon nyom az Eto egyébként a szünet után, Csató Sándor fiai láthatóan szeretnék eldönteni minél hamarabb ezt a mérkőzést, a forduló előtt a tabella második helyén álló Budaörs ellen. Ez például tértől elő indítást Kerkez Milos felé, aztán fellép Kovács Krisztián is, és a 16-oson belül le tudja rázni a védőjét, éles szögből azonban csak a kapusba tudja lőni a labdát. A mérkőzés egyébként egészen kiváló, jó iramú, mind a két oldalon sok-sok helyzettel. Itt éppen például Csiki Norbert, egy kis tánci-tánci, el is tudja lőni, Gundel Takács Bence azonban a helyén van. Összességében elmondható, hogy inkább az történik a pályán, amit az Eto szeretne. Ez abból is látszik, hogy ezt a labdát azonnal sikerült visszaszerezni, és meg is lehet belőle indulni. Priskin pedig újra zicserben, Priskin! Ezúttal viszont Kovács Péter hárítani tud. A szituáció egyébként nagyon hasonló volt az első félidő góltérő akciójához. Aztán a 66. perc, Priskin felé az ívelt labda, gyönyörű sarok mozdulat Berki elé. A vendég kapus Kovács Péter azonban résen volt. Aztán ez két perccel később egy szabadrúgás, Kis Máté íveli be jobb oldalról, és a fellépő Temesvári nem tévedt sokat, gyönyörű volt pedig a fejes a védőtől. És jön a következő fejes is, lassan belépünk az utolsó 10 percbe. Ezúttal Priskin Tamás a főszereplő, okosan nem erőből, hanem löbböli a labdát fejjel, azonban a háló tetejéről hagyja el a játékteret a játékszer. Sopánkodásra azonban nincs idő, mert hogy itt van azonnal az következő lehetőség. Simcsó Viktor indul meg a bal oldalon, és jól is teszi középre. Berki 5-6 méterről fejel a kapura, és ha az előbb azt mondtam, hogy a gólvonalon védett a kapus, ugyanezt elmondhatjuk újra, hiszen Kovács Péternek megint az utolsó pillanatban kellett védenie. Aztán csak, hogy ne nyugodhasson meg se a győri kispad, se pedig a győri szimpatizánsok, itt az utolsó percekben két vendég lehetőség is, először még Gundel Takács védi a fejest, majd jön jobb oldalról egy szabad rúgás és egy gyönyörű ollózó mozdulat, itt kell a szerencse, mert Petró látványos ollózása a keresztlécen csattan, és utána végül is sikerül kivágni, nincs meg a budaörsi egyenlítés. Ez pedig a mérkőzés 93. perce, Berki István tartja meg a labdát, Kovács Péter pedig óriásit hibázik, a budaörsi kapu is egyébként kimondottan jól védett, de most nagyon nagy bajban van, érkeznek középen a társak, és Erdei elől az utolsó pillanatban sikerül tisztázni, kivágják a budaörsi védők a labdát, és így van vége a mérkőzésnek, az Eto FC Győr Priskin Tamás góljával 1-0-ra legyőzi a Budaörsöt, megtörve ezzel 5 mérkőzés óta tartó rossz sorozatát. A Budaörs pedig 7 forduló után vesztett pontot, sőt pontokat.